Sziasztok, újra előkerült a kamera. Remélem most már másodszorra feltudom ezt a Mikulás karácsonyi Black Friday-i mindenféle videót venni. Remélem végre ide tettem mindent, mert az előbb nem sikerült, úgyhogy mutatom is akkor, hogy mit vettem. Van a háttérbe elmosott edény, azért elnézést, hogy ilyen a háttér. És akkor kezdeném a Mikulással. A Nikinek a Mikulás hozott egy ilyen macit, ugye nagyon sokat ült a WC-n, és próbálkoztam. Ugye valami problémája van, akkor ő kiül. Lehajtja a WC-ülőket, és ott ül. Ugye ő nem tudja megmondani, és ágyba szerettem volna őt tartani, és gondolkoztam, hogy mivel lehetne, és eszembe jutott, hogy ugye papáknak létezik ez a kis felhúzós maci, vagy játék, ugye, mert szokott ilyen műanyagból is lenni, ami ugyanazt a zenét játsza. Tessék, itt van, vigyed, azt már el, a nyuszit még hagyjad. Nem, ezt most elveszem. Jó, van, itt hagyta. Na, úgyhogy azt kapta Mikulásra, ugye, ezt a kis zenélős macikát, ilyen rózsaszín színe van. Majdnem elvitt a nyuszit. Ezt megmutatom gyorsan. Még Mikulásra kapott ugye a kedvenc kekszét, ezt a bevitát, ugye, amit a vásárlós videóban, Tesco-s videóban, vagy gazdósörösben szoktál látni, az a kedvence. Kapott egy doboz olyat, kapott egy, most nem tudom, győri zabfalatokat, meg nem tudom, még volt benne még valami a csomagban, de nem emlékszem, és ugye a maci volt mellette, karácsonyra Jézuska hozott neki egy ilyen kis nyuszi. Nem tudtam hirtelen, mi ez a hang. Egy ilyen kis nyuszi, aminek ilyen kis zörgős a füle, ugye ez babajáték, be lehet kapcsolni, és akkor ugye világít, nem tudom, hogy így látod-e, többféle színbe, ugye falra, plafonra fölvilágítja a csillagokat, bocsánat, a holdat, itt is ki lehet kapcsolni, zenél, várja, hogy zenél, így kikapcsolta. Ilyen. És akkor így zenél, szereti, egyébként sikerült eltalálni, úgyhogy ilyen kis nyuszika. Úgyhogy mutatom a többit, csak nem akarom leverni a kamerát. Ja, itt a doboz, azt még megmutatom. Ilyen a doboza, olvasom el, mi van rajta, megpróbáljuk ebbe a szemüvegbe. Leó, csillagokat vetítő éjjeli lámpa, megnyugtatja a babát, lágy dallamokkal, alig látom, segíti az elalvásba, szép csillagos eget vetít ki, amely váltogatja a színét és a zene hangját. Úgyhogy ezeket tudja. Hova tegyek? Ezt ide leteszem a földre, úgyis már megy a kukába. Akkor mutatom, hogy megpróbálom azt, hogy a H&M-ben mit vettem Black Friday-kor. Sajnos sok dolog van itt, úgyhogy nem igazán nagyon fér, de ugye akkor olcsóbb volt egy pár 1000 forinttal, 4-500-zal, vagy akár 1000-2000 forinttal a dolgok, és én a kedvencek közébe tettem ezt a neszeszert, ami ugye bézs színben jobban tetszett volna, de sajnos nem volt, és ezt a lilát vettem meg. Ugye, hogyha Niki alszik, amikor én megyek valahova, akkor ő még, amikor én fölkelek, alszik, és azt a nagy bőröndöt kell mindig kicipeljem, úgyhogy azért vettem, hogy ugye ebbe, ennek az alsó részébe egy két darab paletta belefér, vagy három, hogyha esetleg kisebb. Mindjárt mutatom a felső részét. Igaz, nem szerettem a lilát, de ez nagyon tetszik. A felső részébe lehet a cseteket tenni oda, és már egy egész kis sminkcuc benne van. Akkor kiteszek kettő szemfélas pirát belőle, ugye, mert azokat most vettem. Nem Black Friday-kor, nem tudom, csak szükségem volt kettő darab kék színű szempillaspirálra. Ugye itt télen szoktam használni kék kabáthoz, szerintem passzol a kék smink. Aztán lehet, hogy nem úgy van, de én valamiért szerettem a kéket, a kék szempillaspirált, a kék tust, ami ugye már beszáradt és kidobtam. Az egyik az egy,
Hol vagy már, Nikike? Golden Rose. Márkája, hát nem tudom, hogy mennyire márkás ez. Azt se tudom, hogy ez hosszítós vagy dúsítós, mert én azokat egyébként sose tudom, nem is olvastam el. Nagyon szép kék színe van. Nem tudom, hogy így látod-e. Nem annyira, de ilyen szép kék, nagyon szép színe van. És ugye minden kettő szempillaspirált használok. És kiválasztottam mellé egy másikat is. Nem tudtam, hogy milyen márkájú. Az van ráírva egyébként, hogy Vipera. Hát én elég nagy Vipera vagyok. Úgyhogy ez ilyen, szerintem ez a dúsítós. Már most nem tudom, mindegy. Ennek is elég szép színe van, és ugye kettőt együtt szoktam használni. Mindjárt gyorsan visszakeszem, hogy nem pakoljak itt szana szét, nem áll valami le is esett. Aztán, ugye van az a szörmés csizma, amit vettem a H&M-be, a legutóbbi videóban benne is van, az ilyen hol videóban, és nagyon nehezen veszem fel. És mi itt próbálkoztunk, anyukám itt volt, ugye amúgy kommentünk valahova, próbálkoztam fakanállal, én nem hazudok, púdert vettem, és ugye ilyen babapúdert, hogy hát, hogyha bepúderezem a lábamat, akkor talán jobban belecsúszik, de nem, mert olyan bélése van, ilyen antilopszerű, és egyszerűen megtapad rajta a lábad, hiába van rajta harisnya, vagy ilyen harisnyazokni, akkor is tapad a lábad, és nem tudod felvenni. Sanyi mondta, hogy kéne egy cipőkanál. Na hát nálunk ugye, itt a Niki, itt van a nyúszik, elviheted, az most a kedvence. Nem? Jól van. Na, és próbálkoztam minden, és anyukám mondta, hogy kéne egy cipőkanál neked, és azzal könnyebben följönne. És nem hittem neki, de hát a kínaiba ugye műanyagok voltak, ilyen kicsi, hát azt mondom, én azzal mit csináljak, inkább veszek egy ilyen nagyot. Azt hiszem, hogy 1290 forint volt, úgyhogy ez lóg a fogasom már, mert egyszerűen nem tudtam felvenni ezt a csizmát, és ugye tetszik, és szerettem hordani is, nagyon jó meleg is, tetszik is, úgyhogy elmentem a kínaiba. Ami nálam bajos, miért? Mert én mindig kinézek valamit, ezúttal is így történt. Mindjárt megmutatom, csak közben ide leteszem az asztalra, már annyi minden van itt az asztalon, hogy csak na. Hát mutatom, hogy mit néztem ki. Ugye én nem szerettem a fekete szín, de a nadrágom elég kevés van, és megláttam olyan farmerokat, ami ilyen szakadt, és nagyon tetszik most az, hogy így ilyen rá lehet csatolni ilyeneket ugye a nadrágra, ilyen dísz, nadrágdísznek hívják, vagy nem tudom miket. Na ez hogy néz ki így? Nem jó van elhelyezve rajta, mert ez ugye két oldalt van, és hát ugye, hogy én nem vagyok egy sovány nő, hát mondom, biztos, hogy nincs a méretemben, és hát annyira piszkálta a fantáziámat ez a nadrág, hogy visszamentem, és körülnéztem, vittem egy centit magamnak, itthon lemértem, leírtuk meg egy centit, és vittem, hogy hát kapok a méretembe. És megnéztem így a kék, ne, Miki az a kutya kajája, mindjárt készítem a krumplit, egyébként itt hűl mögöttem a krumpli, elviheted a nyuszikát vagy a macikát, na melyiket, nyuszit? Vidd el a nyuszit! Na, most meg itt az előbb meg elvitte, de nem tudtam fölvenni azt a videót, mert nagyon sok minden hiányzott belőle, úgyhogy ezt a nadrágot vettem, ilyen szakadt gatyát megláttam, ugye ez férfi nadrág amúgy, nagyon megtetszett, mondom, biztos nem lesz a méretem, de minden is volt 38-as méret ez amúgy, és még egy kicsit nagy is. Úgyhogy eddig meg nem kaptam a kínaiba se férfi nadrágot így magamra, se nőit, ugye, mert egyszerűen olyan kövér voltam, hogy nem jött rám. Ilyen cipzáros dísz van rajta, föl is lehet egyébként húzni. Jaj. Nem teszem tönkre a cipzát, egyébként nem szoktam felhúzni. Fel is lehet húzni, meg le is lehet húzni rajta. A másik oldalán is van egy ilyen szakadt a térdénél. Itt az alul is van egy ilyen szakadt, és nem tudom, hogy látod, de ilyen gyűrt az alja. De nekem ez nagyon tetszik, imádom ezt a gatyát, ugye mit nem imádok én. A ruhákat szeretem a legjobban. Van rajta egy ilyen. Hát nem tudom, márkajelzés, kínai márkajelzés, Ritter a neve.
ilyen a hátulja, és nagyon tetszik. Már volt rajtam többször, egyébként egy légi szalámegy, ugye, mert hideg van. Ez nem egy vastag farmerodrág. Nikolett, hagytam nekünk. Menjél be. Köszönöm, menjél be, mindjárt kész vagyok. Vigyed nyugodtan el, tessék, vigyed, tessék. Azt is el, most meg nem kell. Na, jó van, ne vesszetek össze újra. És akkor most, hogy megmutattam, mit vettem a kínaiba, mutatom, hogy mit vettem a H&M-be, és akkor lesz még egy ósönös, ugye, amit egy vásárlás alkalmával vettem, megégettem a kezem, aztán eléggé fáj. Tetszett ez a sapka, ugye, mert ugyanolyan szörmés, amilyet én szeretek, és a bézs kabáthoz nagyon meleg, amit nagyon imádok. És ahhoz meg is van rajta egy ilyen kis címke, és nagyon megtetszett, simát akartam, ami nincs ilyen fehér színűben, de sajnos nem volt. Úgyhogy ezt vettem meg, ugye ezeket Black Friday-kor vettem, ugye a neszeszert, amit mutattam, ezt a sapkát, akkor kinéztem, mert Anikinek úgy gondoltam, hogy külön pakolok egy ilyen zokni csomagot, Mikulásra, elfelejtettem beszélni, Mikulásra, karácsonyra egy odadom, de nem. Ugye az ő az új, na, az új dolgokat nehezen viseli, nem igazán szereti az új dolgokat, és ezt valahogy nem veszi föl. Úgyhogy ilyen kis Mickey Egeres zokni volt, ez így egy csomagban volt, és nem tudom most pontosan mennyibe került. Ennek a tetején van egy Mickey Eger, így hogy lássad. A másik felén is kívül, és akkor ilyen kis pöttyös, meg van egy piros, a sajnos ott szárad, úgyhogy ezt nem hoztam ide. Az pedig ilyen aranyszínű, Mickey Egeres és piros színű az alapja, ugye az okninak. Itt van az okni, vigyen. Az nem kell. Elviheted a nyuszit, hát vidd el játszani. Már nem kell, csak meg akartam mutatni. Jó, menjél akkor arra. Hagyd a kutyakaját, mert fő. Jó, van, úgyis azt csinál, amit ő akar. Nikolett, menj be egy kicsit. Na, és akkor még mutatom, hogy a H&M-be hol tartottam megint. A kalapnál, a sapkánál tartottam. Akkor mutatom, ami itt van. Inkább ez egy ágynemű szett. Már kibontottuk, ugye, és Mickey Egeres, a belső részén ilyen virágok vannak, ugye fehér alapon ilyen rózsaszín virágok vannak, meg piros, és a, úgy tudom megmutatni, hogy, mert Mickey Eger is van rajta egyébként, mindjárt megmutatom, csak össze van csavarodva, ilyen Mickey Egeres, na most én nem látom, hogy te mit látsz, de remélem, hogy látod. Ilyen Mickey Egeres, és akkor vannak itt is rajta ilyen Mickey Egerek, meg feliratok, csak így tudtam megmutatni, bocsánat érte. Miki, csak nem hagyod a kutyakajáját, ide leteszem a dobozra, elviheted a nyuszikát. Most bezzeg nem kell. Na, és itt egy párnahúzat volt benne, meg egy paplanhúzat, amibe kettő darab Mickey Egerről, ugye a két oldalt, a párna szélén, kettő darab Mickey Eger ül az autóba, ezt találtam egy bevásárlás alkalmával, ugye amikor vettem ezt a nyuszit, meg a macit. Ugye én nem tudom ott hagyni, ha valamit meglátok, és tudom, hogy a gyerekem szereti, vagy nekem nagyon tetszik, én nem hagyom ott. Na mindegy, néha ugye nem kéne megvenni. Mit vettem még a Black Friday-kor? Szentkor fogkefét, ugye erről beszéltem is, hogy kinéztem kétfajta Szentkor fogkefét, az egyiket magamnak. Én nekem nem jönnek be ezek a manuális izék, fogkefék, úgyhogy ezt választottam magamnak. Nagyon tetszett a színe, hogy rózsaszín. Kevesebbet tud, mint a Nikié, annyival, hogy ugye neki itt két gomb van, az egy gomb helyett, ugye amivel elindul a fogkefe, töltős amúgy. Itt két gomb van, majd mindjárt azt is megmutatom, és akkor van rajta öt funkció, az egyik az Clean, nem tudom, hogy mi az, a másik az egy White, a harmadik szerintem polírozó, egy masszírozó és egy szenzitív funkció van benne, ilyen rendes kefefeje van, meg fogom mutatni, hogy
hogy működik, meg elmondom róla a véleményem, és mutatom a Nikijét is, ezt a Jézuska hozta. Az üvé fekete színben van. Menjél, légy szíves be! Menjél be egy pár perc, mire végzek, remélem. Az övé fekete színben van, mert én nem tudom, hogyha fehér egy fogkefe, az miért kerül dupla annyiba, mint egy fekete színű fogkefe. Ugyanolyan típussal, ugyanolyan kinézettel, azt szerettem volna, hogy egy csajosabb szín, de hát mindegy, ez van. Így kihúzom, addig húzom, amíg ki nem esik. Ehhez van használati, vagy valami, még nem néztem egyébként, tegnap nem volt én nekem erre időm, hogy nézegessem, hogy milyen a használatia, de ha valami érdekes van róla, akkor meg fogom mutatni, mert magyar videót sajnos erről nem találtam. Két fej volt benne, ugye a másik már benne van a dobozban, ami itt van, meg fogom mutatni. Egy ilyen USB kábel, mert laptopról lehet tölteni, van hozzá még egy kefefej, itt volt ugye benne, mi volt ott benne te? Ja, ez volt benne ez a töltőállomás, azért tetszett egyébként ez az egész, mert ugye én nekem Oral-B van, meg a Nikinek is, annak kicsi a feje, igaz, azt is szerettük, de ez nekem azért tetszett, mert van egy, jó, van egy tokja, amiben ha nem használod, akkor bele tudod tenni, és nem állott a fürdőszobába. Ennek ugye ilyen UV-fénnyel, mit csinál a fejjel? Fertőtleníti a fejet, ha jól mondta. Itt van benne ugye egy kefefej. Valahogy be kell kapcsolni, de nem tudom, hogy mert még nem néztem. Ilyen a fogkefe. Nagyon kis minőség, sokkal jobb minőségi, mint az enyém, ugye. Ez a Szenkor. Mutassam meg ezt is. Na várjál. Úgyhogy az volt a legjobb, amit tetszett benne, hogy dobozba tudott tárolni. Hát mert ez ilyen utazó doboz, de én itt használom. Ilyen a két fogkefe, ugye. Bekapcsoljuk. Ez a enyém. Itt be lehet állítani, hogy melyik funkción szeretnéd használni. Ez a Nikijé, ugye. Itt kell bekapcsolni. Egyébként sokkal halkabb. Opa, hozzáért a másikhoz. És akkor itt lehet állítani. És mutatja a töltést mind a kettő, meg hogy meddig van feltöltve. Na most vízbemerülés. Hogy írta ezt az oldalon, de egyébként majd ott is meg fogom mutatni, hogyha víz éri, akkor semmi baj nem lesz, tehát az egész az vízálló. Hú, nem tudom mennyit forog, vagy mennyit megy egy, nem tudom hát mennyit megy, tehát gyors, ugye, akarom mondani. Majd ezeket úgy is el fogom mondani, vagy fel fogom olvasni, vagy be fogom csatolni, amit ugye nem tudok mostanában, mert elszállt a videószerkesztő, nem tudom, hogy hova, de alapban nagyon elröpült. Úgyhogy egybe tudom fölvenni csak a videót, és akkor így laptopra áthúzom ugye a fájlt, és akkor föltölti a YouTube-ra, de legalábbis nagyon remélem, megpróbálom visszatenni a dobozába, hogy itt ne, mert annyi minden van itt, hogy ne essen össze-vissza, szétszedem ezt a másikat is, és mondom tovább, hogy miket vettem. Na, így. Miért nem csak? Jaj, rosszul tettem bele. Hol tartottam? Ja, a H&M-nél, úgyhogy a fogkeféket is megmutattam. H&M-be láttam, mert fázott nagyon a nyakam, hogy vannak ilyen gallérok, lehet kapni ilyen gallérokat. Ezt már simán vettem, nem Black Friday-kor, csak megláttam, hogy van, és megvettem. Tehát ezt a nyakadba tudod tenni, ugye? És akkor föl tudod húzni, és hogyha olyan a kabátod, nincs hozzá egy kapucni, akkor itt van a kapucni. Egyébként nagyon jó meleg, és ugyanolyan bárányos anyagja van, ugye, amit szeretek, bélelt is, úgyhogy nagyon jó. A kínaiba vettem mamuszt. Már nagyon rég szerettem volna ezt az állatos mamuszt, én nagyon szerettem az ilyen dolgokat. Gondoltam,
hogy hát, hogyha esetleg megengedi a Niki, hogy ráadjuk, és engedi, hogy hordjam, hogy egy darabot vettem addig belőle, engedi, hogy hordja, azt akartam mondani, mert azt mondtam, hogy engedi, hogy hordjam, és nem hajlandó hordani, úgyhogy az enyém maradt, körülbelül a 36-os, 37-es lábra való, igaz, nem az volt ráírva, itt a másik fele is, nagyon jó meleg egyébként. Mikor sokat ültem itt a Nikivel kint a konyhába, ugye, mert ő, hogyha valami baja van, akkor kiül a vécére, lehagyja a vécét, és akkor ő rajta, mert ugye nem tudja mondani, akkor fölvettem, és nem fázott a lábam. Na, az nem az utolsó, de az utolsó előtti, szerintem az utolsó előtti, ez a kabát, amit megjártam Black Friday-kor, hogy 4000 forinttal olcsó. És én beleszerettem, mert én melyik kabátba nem szeretek bele, az összesbe beleszeretek. Már mégint van egy új, de nem fogom megvenni. Mert most már aztán elég. Ilyen kék, ilyen... Milyen kéknek volt írva? Nem acél, de acélkéknek volt írva. Ilyen magasított nyaka van, így be tudod ilyen fékhozzára csatolni. Ez is olyan bárányszőrös. Ilyen a kabát, két rejtett zsebe van fent, és egy zsebe van itt lent, összehúzható, egy picit hosszabb, ugye itt látni is, és nincs kapucnia, de nagyon imádom ezt is. Mi maradt még ki? Remélem, hogy... Ja, de! Ugye múltkor meséltem is, hogy tömkre ment a tablette, nem tudom, mi baja van. Jaj, a szemüvegemre a vízére elment. És felhívtam a T-Mobilt, és megkérdeztem, hogy tudok-e készüléket vásárolni, és azt mondták, hogy igen, ugye hűséget kellett kötni rá, de hát én csak részletre tudom megvenni, és akkor utána fizetek mindig.